Hát a türelem, a hit. Tehát ha nem hiszünk egymásba, akkor valószínű, hogy nem bírja az ember ki ilyen hosszú ideig egymás mellett. Ez lenne a hosszú és boldog házasság titka. Legalábbis Dudás László is felesége Dudás Lászlóné szerint, akik már 51. éve kötötték össze életüket. Valószínűleg nem is kell messzebbre utaznunk gondolatainkban, ha arra a bizonyos titokra gondolunk. Stumpf Imre János négy önkormányzati tanácsadót és egyben anyakönyvvezetőt, egy mennyasszonyt és egy örök fiatal házaspárt, akik már az aranylakodalmon is túl vannak, kérdeztünk arról, hogy miért fontos az a kötelék, amely a boldogító igen kimondásával fonódik össze. Örömmel mondhatom anyakönyvvezetőként is, hogy nagyon jó találkozni a jegyes párokkal, azzal a férfival és nővel, akikből a kiáradó szerelem és szeretet egy szövetséget szül, és tulajdonképpen anyakönyvvezetőként mi vagyunk azok, akik közvetlenül láthatjuk az ő boldogságukat. A Magyar Asszonyok Érdekszövetségének van egy mottója, ami úgy hangzik, hogy amilyen a nő, olyan a család, és amilyen a család, olyan a társadalom. Jó magam anyakönyvvezetőként és magánemberként is azonosulni tudok ezzel a gondolattal, és úgy hiszem, hogy amíg egy házasságban egy nő és egy férfi él együtt és neveli a gyermekeit, addig a társadalom is biztonságban van, és van jövője. Az idei évre pedig már több házasságkötést is előjegyeztek Sátoraljóújhelyváros önkormányzatánál, többek között Gyöngyösi Barbara is, leendő férjéjét is. Én és a párom azért döntöttünk a házasság mellett, mert szeretnénk a kapcsolatunkat megpecsételni és egy magasabb szintre emelni. A házasság számunkra egy biztosíték arra, hogy egymás nélkül nem tudnánk az életünket leélni. Egy fogadalom arra, hogy amit érzünk, szerelmet, szeretet, az sose fog egymás iránt elmúlni. Ezzel a házassággal elindul a közös utunk, amit együtt építhetünk fel. Dudás László és felesége Dudás Lászlóné, ahogy már említettük, 51 éve házasok. A döntésük fél év után született meg, hiszen nem volt kétségük afelől, hogy együtt szeretnék leélni az életüket. Elég szerény anyagiak között éltünk, én akkor még sorállományú katona voltam. Leszerelés előtt úgy gondoltam, hogy amikor visszamegyek, akkor rögtön le is fogok szerelni, tehát anyagilag nem voltunk elengedve. A család segítsége nélkül nem lehetett volna ilyen hosszú a házasságunk. Az apósomék építkeztek, ők se voltak elengedve anyagilag nagyon jól, de a család többi tagja, tehát unokatestvérek, rokonok, azon voltak, hogy próbáljuk magunkat összeszedni, és harmóniába próbáljuk leélni az életet. A már említett titok nem is biztos, hogy az, hiszen egymás megértése, elfogadása a legfontosabb a célok mellett. Nagyon sok körülmény, ami összekovácsolja az embert, tehát az a cél, amit úgy kitűzött az ember fiatal korában, hogy az megvalósuljon. Ha ezt eléri az ember, akkor azt hiszem meg, ha karccal érte, akkor van értelme az embernek az életének. A bizalom, hogy bízunk a másikba, nem kételkedünk abba, hogy most ő ugye akkor anyag, leszerelés után anyagbeszerző volt, két-három napig haza sem jött, tehát nem merült fel az sem, semmi kételje abba, hogy elbízzak meg benne. És a továbbiakban pedig együtt megoldani problémákat, mert azért azok adódtak, voltak, de együtt, közösen. Az idei házasság hetének mottója az állandó megújulásban volt, hiszen a változatosság és az állandó megújulás elengedhetetlen a boldog házassághoz.